Fiam, mondanád velem közösen, hogy az égtelenbe is tovább? A végtelenbe! Köszönöm szépen! Sziasztok! Figyelj csak! Figyelj, látod itt ezt a dupla X-et rajtam, gondolom, hogy kitaláltad, hogy én vagyok Mr. X, dupla X. Igen, igen. Jól érzed magad? Minden oké? Eleget ittál már? Biztos? Biztos. Mennyit? Sokat. És mit? Mindent. Várj, ez meg, hát figyelj, a mindent, az a víz is benne van. Aha. Aztán mit vöröset. Még? Aha. Várj, te is vörös vagy, így alak meg. Nem, ez rózsaszín. Jó, hát így a narancssárga fényben ez már vörös. Na, figyelj, szereted a pizzát? Aha. A bort is szereted? Igen. És a fiúkat? Azt is. Jó, akkor holnap gyere el, keresd meg, és ha jól megy minden, akkor nyerhetsz pizzát, bort, fiút nem, de helyette belépőket. Például beléphetsz otthon, a lakásba. Az jó nagyon lesz? Jó. Az na, akkor jó. Megteszel nekem még egy valamit? Micsoda? Háromra kiabálnád velem azt, hogy ez végtelenbe is tovább? Talán. Na, gyere, akkor. Egy, kettő, figyelj, sokat tenni a kezed. Egy, kettő, három. A végtelenbe is tovább! Tudod, miből van a bor? Szöbb. Jól érzed magad? Minden oké? Okay? Mennyit ittál? Szia! Szia! Én vagyok Mr. X, én meg Mr. X, dupla X, mint látható. Figyelj, jól érzed magad akkor, igen. Mint ahogy mondta. Igen, mennyit ittál? Azt mondd meg. Hát még csak két pohár. Hát ez még semmi. Este 10 óra van és csak két pohárnál tartasz? Mi most jöttünk. Honnan jöttél? Vajdaságból, Szerbia. Az jó hely. Szabadka. Figyelj, most akartam kimenni, csak azt nem tudom, ki lehet-e jutni személyével, vagy csak útlevéllel. Útlevéllel. Ó, akkor nem megyek pleskavicát tenni. Na, a lényeg az, hogy holnap nem jössz? Hát nem tudom, ahogy... Gyere már, figyelj, szereted a pizzát? Igen. Csajokat? Persze. Jó, bort? Normál. Na, akkor gyere holnap, keresd meg minket. Jó, és? És akkor nyerhetsz bort, belépőt, meg pizzát. Rendben. Oké? Oké. Akkor figyelj, háromra megtennéd, hogy ordítod velem a végtelenbe és tovább. Persze. Na gyere akkor, 1, 2, 3, a végtelenbe és tovább! Köszi szépen, jó szórakozást! Köszönöm. Szia! Na, mi keresjük a delikvens, de megtaláljuk mindjárt. Sörminátor lokátor beindul. 3, 2, gyere, megvan! Sziasztok lányok! Ne tűnjen, ne csinál, ne hozz engem zavarba, hát én érzem magam kényelmetlenül. Várja, ne tűnjen. Szóval én vagyok Mr. X, dupla X, ő pedig Mrs. dupla X. Mind a ketten a Marsról jöttünk, ti honnan? Mi a csillagról, mi? A csillagtérről. Hát a szemedből ítélve tuti, de most komolyan. Tényleg. Tényleg, oké. Szereted a bort? Igen. És te? Igen. Aha. Eleget ittatok már? Nem. Ki van zárva, igen. Én is így érzem, így atok. Holnap jöttök? Igen, persze. Egy világ omlott össze bennem. Igen, jó, igen. Mert akkor lehet pizzát nyerni, bort nyerni, meg mit lehet nyerni? Belépőt. Itt nálunk. Engem megkeresel, meg a hölgyet, és akkor... És akkor nyertek. Jó. Jó. Más nem tapasztalatod, de az biztos. Jó. Oké? Okay? Na, akkor jó szórakozás. Sziasztok! Sziasztok! Ne már! Figyelj, a kék fényben leszel benne, ne aggódj! A rendőrműsor! A rendőrműsor! Arról szól, hogy mindenféle tini lányok eltűnnek, és akkor meg kell keresni őket. Na, ti lesztek az első... Most megvagytok. Na, most már megvagytok. Na, szóval figyelj, kezdjük az elején, mert hát ugye bemutatkozik, én vagyok Mr. Dupla X, ő Mrs. Dupla X, és hát arra lennék kíváncsi, hogy ti jól érzitek-e magatokat. Nagyon. Ha, éreget ittatok? Utána látja, csak nem ittunk semmit. Nem ittatok sem. Na jó, nem baj. Holnap kijött? Lehet. Na, ne csináld már velem, hát nézd meg, belevörösödtem. Hát, itt, itt leszünk. Akkor mert lehet nyerni bort, pizzát, még belépőjegyet. Például a belépőt a lakásba, hogy hazaenged jó édesanyjátok, és nem mondja azt, hogy nem megyek haza. Okay. Na, de ha csatak részegen is haza lehet menni, és akkor is beenged. Na, ilyen belépőket lehet nyerni. Jó. Na, mit szóltok hozzá? Nagyon örülünk neki. Nagyon örülünk. Nagyon örülünk. Na, akkor figyeljetek, még egyet kérnék tőletek, hogy mondjátok velem háromra, hogy a végtelenbe és tovább. De hangosan. Nagyon hangosan. Mehet? Várjatok, akkor ide jövök középre, mert hát mégis a fél két hölgy van előttem. Tehát, 1, 2, 3, a végtelenbe és tovább! Köszönöm szépen, jó szórakozást! Hát sziasztok, ne tűnjen, léci, ne tűnjen, ne! Hát ne csinálj! Most ne hozz engem, ne vigyél engem a kísértésbe, magamtól is oda találok. A helyzet az, hogy semmi baj, nem harapok, ígérem. Nem vagyok harapósló. Remélted? Jó, rendben. Na, szóval ti itt dolgoztok. De azért ittatok. Na nem már. De. Helyes vagyok, nem fogom bekajálni ezt a szöveget. Ittatok, valljátok be, semmi gond, egészségetekre, ittök, én is innék. Na, csak nekem nem munkaköri kötelességem. Na, szóval holnap kijöttök? Persze. És percet fogtok árulni? Persze.
Szereted a pizzát? Persze. És te szereted a bort? Igen. Igen. Jó, és a belépőjegyeket szeretitek? Például van egy olyan belépőjegyem, hogy csatak részegen haza lehet menni, és a szülők hazaengednek úgy is, beengednek a lakásba ilyen belépők. Érdekel titeket az a dolog? Nem engednek be akkor sem? Kizárt, én elintézem, hidd el. Na, szóval a lényeg az, hogy holnap gyertek, és akkor lehet nyerni pizzát, meg bort, meg belépőt, meg mindenfélét, ami így ebben kapcsolatos. És akkor már csak egy kérdésem volna, mert mondtátok velem azt, hogy a végtelenbe és tovább? Igen. Na, akkor 1, 2, 3. A végtelenbe és tovább! Sziasztok! Ti jól érzitek magatokat? Igen. És mit ittatok? Mustot. Na, helyes. Málna szörp nem volt? Nem. Hát milyen rendszer? Nincs málna? Jó málna szörp nem volt? Húha, szólni kell anyának, nincs málna szörp, akkor balhé van. Holnap kijöttök? Azt talán. Szeretitek a pizzát? Igen. Szeretitek elmenni a Vadasparkba? Nekem jó. Most vállat hoz? Ott vannak mindenféle félő lények. Nekem jó. Hát nekem jó, hát nekem is jó, de hát na most komolyan. Úszni szeretsz? Igen. És van kedved kimenni a csúszdaparkba? Igen. Na, akkor gyertek ki holnap, keressetek meg minket Mrs. X, dupla X-et vagy Mr. dupla X-et, és akkor lehet nyerni belépőt, meg pizzát, bort nem ajánlom, de azért ne, mert nem kaptatok a málna szörpöt, akkor nem jár a felnőtteknek a bor. Oké? Okay? Meg üzleted, megvan az üzlet, megkötöttük? Igen. Akkor még egyet mondtok velem, hogy a végtelenbe is tovább. Oda be a kamerába. Be a kamerába? Na várjatok, ezt nekem le kell térdeni, de az én koromban ez már nem megy. Na figyeljetek, és így előre akart, jó? 1, 2, 3. A végtelenbe és tovább! A legjobb csapat ti vagytok, komolyan. Köszönöm szépen, nagyon ügyesek vagytok. Gyertek holnap is! A végtelenbe és tovább! Szóval jól érzitek magatokat? Eleget ittatok? Én abszolút. Fie, van csajod? Hát van, aki alakulóban van, igen. Már hogy értem, mint egy szobrász, úgy most kiöntötted gipszből, és akkor majd egyszer csak hát a részleteket nem szeretném megosztani, de itt áll valahol mögöttem, igen. Itt áll? Én nem ittam. Nem ittál? Én még nem ittam. Nem, tiltja a vallásom meg a szakszervezet, de nem érek. Ittam én csak, én vénásan iszom. Na, tudod, inkább az orrom legyen borvirágos, mint a fogam vízköves. Na, szóval a lényeg a sztoriban annyi, hogy honnan jöttél? Én Kiskunhalasi vagyok. De milyen sűrű mész ma Marsra? Hát változó, mikor milyen. Az asszonyt elkapom, egy hétre elmegyünk, aztán utána jövünk vissza. De az asszony szokott nyaggatni, hogy menjünk már a Marsra. Igen, és gondolj, hogy Mars. Mars. És hogy elküld téged a Marsra. Igen, és akkor néha elkapjuk Marsi Anikót is. De pedig szó szerint veszed. Van a Marsi Anikót is, elkapjuk, tudod? Na, szóval a lényeg az, hogy... Holnap, igen, és a gyerekek a napon legyenek, ezt sose felejtsd el. Ez a legfontosabb. A lényeg, a sztori lényeg a következő. Holnap mit csináltok este, ilyen 6 órától? Holnap? Hát 6 órától? Igen. Nem tudom. Ne részletezz, mert gyerekek is nézik. Megeshetem a naptáramba? Ne. Egy biztos menni fog. Hú, várjál, 6 órát. Szerintem itt leszel, én ezt már látom. Lehetséges. De ha te is itt leszel. Én itt leszek. Ha hölgy is itt lesz, figyelj. Hölgy is itt lesz. Bocsánat. Itt leszünk. Én már ezért azt mondom, ez egy motiváció. A dupla X. Mi raktuk ki a 2X-et itt a flashmob végén? Király. Nem voltál itt, ugye? De itt voltam, és kezdet is láttam. A marson volt. Na, szóval a lényeg az a sztoriban, hogy holnap, aki jöttök, lehet nyerni pizzát, mint két kicsi legó, mint sok kicsi legó. Szóval lehet nyerni pizzát, bort, meg belépőket. Például olyan belépőt, hogy csatak részegen hazamehetsz, és szüleid beengednek. Tehát például ilyen belépőt is tudsz nyerni. Tehát ez egy nagyon komoly belépő, ez egy nagyon komoly fegyvertény lesz az életedben. Sőt, olyat is adok, hogy hazamész úgy, hogy nem mondom, mi lóg mi rajtad, és az asszony akkor is be fog engedni, garantáltam. Wow, na, ilyen belépőket osztogatunk, úgyhogy keresd meg holnap. Ez jobb, mint olyat, vagy a Sing Sing, vagy bármi. Fia, Mars, még te tudom intézni a Mars téren a belépőt. Ja, Mars térre? Aha. Tudod, abban a nagy szöges drótos rácsos épület, oda tudom még elintézni. Én is ott voltam, csak én egy másik részlegében. Na, szóval a lényeg az, hogy egy ilyenben, ha érdekel, akkor keresd meg holnap minket. Mindenképp. Oké, és akkor nyerhetsz. Rendben van. Egy ilyen, okay? Rá vagyok beszélve. Uram, egy élmény volt. Egy élmény volt, további munkasikereket és előre az úton. Köszönöm. De még egyszer, egy puszit kérek, ne arra.